Menekült ellenes plakátok szerte az országban. A kormány egy éve folytat plakátkampányt a menekültek befogadása ellen. A menekült kérdés volt az egyik fő téma az Európai Unió csúcs találkozóján is. A megbeszélés előtt Orbán Viktor megerősítette, hogy a kötelező kvóta ellen küzd majd. Azzal leszek elégedett, hogyha tudjuk tartani a védelmi vonalainkat. A védelmi vonalak ma jól állnak. Tehát az a kísérlet, hogy a kötelező betelepítési kvótát ránk erőltessék, azt eddig sikerült elhárítani. A hajnalig tartó tárgyalások után elfogadott nyilatkozatban viszont az uniós államok vezetői a menekült hullám megállítása és a külső határok védelme mellett abban is megegyeztek, hogy szét kell osztani a menekülteket a korábban meghatározott kvóták alapján. A dokumentumot mindenki, így Orbán Viktor is aláírta. Az Európai Tanács elnöke külön kiemelte, mindenkinek tiszteletben kell tartani a közös döntéseket. Ennek ellenére a magyar kormányfő a csúcs találkozó után is a menekült kvóta ellen beszélt. Az Európai Unióba beözönlött embereket egymás között szétosztva be kelljen fogadni. Ez szerintem teljesen ellentétes azzal, ami Magyarország érdeke, és ami magyar embereknek a véleménye. Tehát ezt a problémát meg kell valahogy oldani. Méghozzá úgy kell megoldanunk, hogy végül ilyen ránk vonatkozó kötelező jogszabály ne születhessen. Ez a feladat a következő néhány hétre a mi számunkra. Megkérdeztük a kormány szóvivőt az ellentmondásról. Kovács Zoltán szerint ez még nem végleges döntés. Március elején ez lesz a fő téma. Tehát ott egyértelműen a migráció, illetve a kötelező betelepítési kvóta lesz a téma. Akkor az akkori döntés lesz majd mértékadó a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban. Orbán Viktor gyáván megfutamodott tegnap Brüsszelben. Ezt már a DK európai parlamenti képviselője mondta. Molnár Csaba szerint Orbán Viktor más tesz, mint amiről beszél. Tegnap az Európai Tanácsban megszavazta azt a határozatot, ami szerint menekülteket kell áttelepíteni Magyarországra. Orbán Viktor bármit próbál ezután politikai celebként nekünk előadni, hogy ez máshogy gondolta, nem ez számít. Az számít, hogy mit tett a miniszterelnök. Igennel szavazott arra, amivel kapcsolatban egy éven keresztül 10 millió magyar embert hitegetett, hogy ő ezt meg fogja akadályozni. A Jobbik szerint árulás, hogy Orbán Viktor nem akadályozta meg az árónyilatkozat elfogadását, hanem támogatta azt. Az Európai Unió vezetői legközelebb két hét múlva a tervezetnél jóval korábban ülnek össze egy rendkívüli találkozóra, ahol végleges döntés születhet a menekültek kvóták szerinti elosztásának pontos megvalósításáról.